So, today we are going to start a story about a farm animal. And today we are going to watch the first part of the story. Tehát most csak az első részét nézzük meg. But there are some useful words which I think you should know it in Hungarian. Tehát van néhány olyan szó, amit esetleg nem értünk, ezért most magyarul is el fogom mondani. Grain of wheat means búzaszem. Plant, elültet. Vagy magyarul is mondjuk azt, hogy palántázik valamit, de itt inkább az elültet szót használnám. Help, segít. You're joking. Most viccelsz? Viccelődsz? Count me out. Na, engem hagyj ki, vagy felejts el engem. Forget about it. Felejtsd el. Nice. Itt most egy ételre fogják használni, ugye akkor azt fogja jelenteni nekünk, hogy finom. I'll do it then. Na, akkor majd én megcsinálom. So, my question is, what animals can you see in the story? Tehát milyen állatokat találunk, and what is the title of the story, és mi a címe a mesénknek. Egyébként ez a mese, még elindítom, elmesélem nektek, hogy ez egy régi angol népmese. Amit most megnézünk, az egy kicsit rövidített változata lesz a mesének. Ha valakit érdekel a teljes mese, biztos vagyok benne, hogy a YouTube-on vagy valahol megtaláljuk. So, let's start watching scene one. Na nézzük akkor az első részét ennek a mesének. The Little Red Hen by Elizabeth Gray and Virginia Evans. Copyright Express Publishing. All rights reserved. Little Red Hen is on the farm. She finds a grain of wheat. Who will help me plant it? Or something nice to eat? Meow, not me, says the cat. Forget about that. Not me, says the horse. You're joking, of course. Not me, says the mouse. Please count me out. Okay, says the hen. I'll do it then. So, this is part one or scene one of the story. Now, can you remember my questions? What animals can you see? And my other question, what is the title? Yes, the title is Little Red Hen. And I would like you to draw me down. There was four animals in the story. So please draw down the four characters, the four animals in the story. Tehát amit házi feladatnak kérek, hogy négy állattal találkoztunk a történetbe, négy picike rajzot kérek róluk. Okay, so I hope you enjoyed today's lesson. See you tomorrow. Bye.